értéket, fölügyük a lapra, lenullázzuk és megint lezőzünk. Egy perc van egy lövésre. A szabályok gyors ismertetését követően már kezdődhetett is a verseny. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban lézerlövészetben mérték összetudásukat a diákok. A honvédelmi szakon tanuló Balázs Botond elsősorban a családi hagyományokat szeretné továbbvinni, katonai pályára készül. Azért indultam a versenyen, mert azt mondták, hogy jó buli és bizonyítani is szeretnék. Az intézményben első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a rendhagyó versenyt. Ezúttal a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskola rendésztanulóival mérkőztek meg az Ady diákjai. A megmérettetés két versenyszámot foglalt magába. Az egyik során a versenyzők nyílt irányzékú lézerpuskával 10 méterre lévő célra adtak le 2x5 lövést. Ezt követően pedig egy szituációs lőgyakorlatot kellett teljesíteniük. Azért is választottuk a lézerpuskát, mert mégis egy olyan fegyver, ami teljesen jól tudja imitálni magát a lövést, a lövésztechnikát, illetve magára a gyakorlásos versenyzésre is teljesen alkalmas, illetve biztonságos módon lehet megteremteni azokat a körülményeket, amik a versenyzésre szükségesek. Nagyon jó gyakorlás és nagyon jó megmérettetés, és azt gondolom, hogy izgalmas lesz mind a két résztvevőnek, mind a négy csapatnak. Összesen 12 diák indult a megmérettetésen. Az igazgató hozzátette, hogy jövőre már nem csak lézerrel, hanem légpuskával is szeretnék versenyeztetni a fiatalokat az iskolához tartozó lőtéren.